Lépj be te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Jó reggelt, szervusztok! A számháború királya! Úristen! Hello, Gábor! Örülök, hogy újra találkozunk. Mi is örültek? Én úgy kedvelek téged. Mindig azt mondom, amikor itt vagy, hogy kimegyek és megölellek. De aztán erre szeretésére nem kerül sor. Igen, ebből inkább egy szakmai beszélgetés szokott lenni. De egy picit fájlalod. Hiányzik az ölelésem? Picit, nem? Én azt gondolom, is, hogy van egy ilyen érzés, hogy oda bújnék hozzá. Kicsit úgy megszorongatnálak, úgy valahogy nem tudom. Mert nagyon tanárbács is. Tessék? Mert előjön belőle a kis gyermekéjének, a kis általános iskolás. Igen. Én azt gondolom, hogy így is elég közel kerültünk egymáshoz, ugye szakmai munka kapcsán. Igen. Milyen volt, számháború? Milyen volt az életmódtábor? Itt most nem volt számháború, de sok sport volt. Képzeljétek el, hogy szerveződött egy reggeli futócsapat. Ez még reggeli előtt történt. És utána bőséges folyadékfogyasztás, tehát tiszta, friss forrásvíz, utána könnyű reggeli, édes gabona reggeli, tehát kása reggeli, utána előadás, szakmai képzés előadás. Micsoda izgalma. De ott már néhányan azért elájultak, mert igen, ez nem, négy esett a cukra, tudod is eldőlt. Nem, aktívan hallgattak a hallgatók és jegyzeteltek, ez a nagy sátorban volt. Utána túrára indultunk, és ebédeltünk vagy a túrán szendvicset, tehát nyilván vegetáriánus szendvicset, vagy pedig visszaértünk a táborba és ettünk főtt ételt. Délután sport, mindenki amit akart sportolt, én fotballoztam. A többiek meg tájboxoltak. A többiek meg, ma verjük meg Lajos című játékunkba. Győzedelmes kettek. Aki érte meg a füstölt tofut, találjuk meg a felelős játékot játszották. És nyugtass meg az este, egy nagy vacsival oda csaptatok. Könnyű zöldség vacsora volt. Na. Azért volt egyszer töltött paprika. A mindenség. Egy kis darádió. Bezáratom ezt a tábort. A hedonisták. Kihágás. De a fogytál, azt látom. Igen, egy 5 kilót leadtam. Ez mi, miért köszönhető? Megnyerted a bujócska versenyt? A második előadás után bezártak a többiek. Gábor, gyere, mert 4 napja nem bujócskázunk, gyere ki a bokorból. Igen. Azért egy táborban sokkal több a mozgás. Azt én nyertem. Hogy itt vagytok? De ez jó. De fogytál, tehát mindenképpen tényleg. Több a mozgás, egy kicsit rendszerezettebben élünk, és azt gondolom, hogy ilyenkor a friss levegő sok mindent teszi azt, hogy az ember fogy. És amikor hazatér egy táborból, de ezzel nem csak én vagyok így szerintem, hanem sokan, akik ott voltunk, folytatjuk az ott elkezdett életmódot, és tovább fogyunk, hogyha szükséges. Na, de jó, akkor most elindultál a fogyás útján? Igen, én rendszeresen reggelente futok egy majdnem 8 kilométert, elkezdtem. És ilyen módon... Plusz minusz 4? Igen, a Hungaroring mellett lakom, és a ring körül egy nagy kör, az 8 kilométer. Hát elég jó. Munkás, főleg egyedül. Igen. És megvárod a kockázászlót? Nincsenek. Nem, viszont nagy különbségek vannak a magasság, tehát magasságkülönbségek vannak, és komoly emelkedők és lejtők vannak. Egyszer szívesen meghívlak benneteket egy Hungaroring körre, egy futásra. Jaj, az meg rosszul. És ilyenkor vannak kint lányok a kerítés körül? Nem, nincsenek. Hát egy-egy futó van ott a szőlő körül, de a ring körül alig vannak futók. Inkább ilyen sportkocsik szoktak járkálni ott. Igen. Meg néha rád lő egy-egy ilyen kalapos bácsi. Gyerekek, tegnap láttam talán a Fókuszban a világ legdurvább futóversenye. 200 kilométer. Tegnap előtt. És nekem az rohan az idő, ha jó társaságban vagyok tegnap előtt. És csak magaddal voltál. Nem akarj fönn a részleteket. Én apát élveztem, amikor megnéztem. Három magyar nyerte meg, Gábor, csak mondom a futóversenyre rákapcsolódva. 2-3 ezer szint különbségeket kell lefutni. Néha elbóbiskolnak futás közben, de van, vigyázni kell. Órát is alszanak. Le ne essenek a szakadékba. Hárman úgy összeállták, és azt mondták, hogy lefutják. Egyetlen egy csapat se ért be a célba, csak a magyar válogatott. Úgy lettek elsők, hogy senki más nem tudott teljesíteni. 200 kilométer, ami már önmagában, ha kimondod, nem hiszed el, hogy ők nem földön kívülek egyébként. Egyből egy ilyen kisebb szintkülönbséggel indult a futás, felfutottunk 2400-ra, onnan lefutottunk, felfutottunk egy 3000-esre, nem hiszed el. Az és a három Amerikában? Magyar... Nem is tudom, hol van. Nem, szerintem itt valahol Olaszországban futottak talán, vagy nem tudom, Alpok talán, igen. Összeálltak három, és megnyerték. És akkor mi van, hogy kettő alszik, egy vezeti addig őket? Nem tudom. Fogd a vállam. Szerintem az első alszik, és a másik kettő fut utána, és néha rász, hogy Béla ébredj föl balra. Tehát mindig az első aludhat egy kicsit. 200 kilométert lefutottak. Elképesztő. És azt hiszem, hogy 40 év körüliek voltak, igen. 40 év fölöttiek. Én így néztem, és mondom, micsoda emberi teljesítmény. Hihetetlen emberi teljesítmény. És hát náluk az alvás is azt jelentette, hogy Dezső, alszom egy kicsit, addig vezeste.
a csapatot. Igen. De fut tovább. És fut tovább. Igen. Tehát egyben van gyakorlatilag a 200 kilométer. Igen, vannak. Ilyen sétálsz néha egy 100 méter. De ezt Tibetben régen ismerték, ők voltak az úgynevezett lungmapák, akiket transzban futtattak, vagyis a sámán az transzba ejtette a kis futárt, és lefutott így 100-200 kilométer transzban futott, felakadt szemmel. És régen Tibetben ezt mondták, hogy amikor ilyet láttak az emberek, akkor nem kell megállítani, nem kell kihozni transzból, egyszerűen félreállták, mert tudták, hogy ő egy sámán által transzba ejtett lungmapa, vagyis futó. Uh-huh. Ők a transzban futók. De ezek az emberek nem voltak transzban. Ezek csak így lefutották. Oké, transzba lefutni azért az se rossz. Nem? 300 kilométeren, hogy fölébrednek egy ilyen fölébresztőnek egy pofonnak. Elindultunk már. Lefutsz 300 kilométert transzban. Kerékpáron szoktam látni transzba esett embereket. Itt van, amikor jövök haza a késő este, de ott inkább másról van szó szerintem. Na, egy érdekes témát boncolgatunk, bele is vágunk. Ugye feléről, vagy bizonyos részeiről már ennek a témának beszéltünk a húsvét kapcsán, amikor kielemeztünk egy-két kalácsot, de elég nagy a merítés, és elég sok mindenről tudunk beszélni, mert hogy hát sok szempontból leginkább szakmailag egyébként megint egyfajta átvágás van, egyfajta fogyasztói félrevezetés, és az embereknek nem árt tudni, hogy mit esznek. Én ezt mindig hangsúlyozom ennél a rovatnál, senki ne ejtse most ki a kezéből a kenyeret és a kalácsot. Nem kell mást fogyasztani, csak tudja az ember, hogyha például jó szándékból a gyereknek kalácsot vesz, vagy gyors fogyasztott kenyeret, vagy bármi mást, akkor alapjában mit tesz le a tányérjára. Mert hogy hát rémdrámákat hallani kenyér-kalács kapcsán, nem? Meg hát aztán kifli zsömle persze. Igen. Ott is vannak nagy átvágások. Melyikkel kezdjük? Szerintem kezdjük a kenyérrel. Kezdjük a kenyérrel. A mindennapi kenyérrel. A helyzet az, hogy egyre rosszabb, ahogy az évek haladnak, egyre rosszabb a kenyér minősége, de persze van egy érdekvédelmi szervezet Magyarországon, illetve több olyan szervezet, főleg a Pékszövetség legnagyobb, amelyik érdekvédelemmel foglalkozik és védi a pékek érdekeit. Azonban hozzá kell tenni, hogy Magyarországon kétféle péket látok. Az egyik az, aki szeretne jó kenyeret sütni, a másik, aki inkább beadja a derekát és megcsinálja az olcsó kenyeret, mondjuk a különböző multiknak, és ezek lesznek azok az akciós kenyerek, amik óriási mennyiségben fogynak Magyarországon. Lassan már ott tartunk, hogy fehér liszt is alig van benne. Tudjátok, hogy beszéltünk a fehér lisztről, hogy abban szinte alig van kálcium, magnézium, nyomelem, rost, és a vastagbélbetegségek egyik nagy meleg ágya, ugye az a fehér kenyér, a fehér liszt. Most már ott tartunk, hogy a fehér lisztet is adalékolják, tehát még az is alig van benne. Tehát ma már nem minden kenyér nevezhető kenyérnek, ugye korábban a tej kapcsán beszéltünk, hogy nem minden tej nevezhető tejnek. És a nagy csapda ott van, hogy különböző hiperek például, ugye? Kiírják, hogy helyben sütött kenyér, ott van az illat, és azt gondolod, hogy valami igazán jó minőségit kapsz. Tisztelet a kivételnek, sokszor, vagy a legtöbb esetben nem ez történik. Ezek Igen. a kenyérhez már csak nyomokban hasonlító valamik, nem? Így van. Ez egy óriási marketing fogás volt, hogy mikor kiderült, hogy a kenyér miből van, vagy miből lehet, akkor elkezdték a helyben sütést, mert ugye a menedzser pontosan tudja, hogy ha kihozunk egy helyben sütött pékárót, ráadásul az illatot is érezni helyben, akár az édes pékáró a kenyér illatát, akkor a fogyasztó sokkal szívesebben vásárol. Ez egy jó üzleti fogás volt, csak azt nem mondják el, hogy az a kenyér, amit helyben sütnek, az milyen lisztkeverékből készül. Hogy a fogyasztó úgy gondolja, úgy vélelmezi, hogy ez biztos, hogyha helyben sütött, akkor sokkal kevesebb adalékanyagot tartalmaz, de nem kizárt, hogy ez is lisztkeverékből van, csak ott van helyben a sütőde, és ott készítik, ezért bizalmat ébresztenek, de nehogy engedjük magunkat megtéveszteni. A lisztkeverék az már azt jelenti, hogy nyomokban tartalmaz már csak lisztet, tehát a lisztet is hígítják, a liszthez is hozzáadnak különböző adalékanyagot? Így van. Olyan anyagok léteznek ma már, amikről szinte fogalmunk sincs, pedig én az élelmiszeriparban végeztem, de az elmúlt 10 évben, hogy elvégeztem az egyetemet, újabb és újabb e-számok, adalékok jelentek meg. Különböző lisztfehérítők, gázelosztók, olyan módosított keményítők, amelyek a bélszerkezetet változtatják, olyan sikérjavítók, olyan tápsók. Ennek mi az oka, hogy gyorsan elkészüljön? Tehát az, hogy keresztés nincs, az már egy dolog. Ugye tisztelet a kivételnek, nyilván azért vannak pékségek, de hogy gyors legyen, gyorsan elkészüljön, hozzáöntik por, megkeverik be a sütőbe, kész van 20 perc alatt. Ez a lényeg a gyors kenyér. Az élesztő is most már lassan kereszt, ugye már nincsen kovász effektív, az nagyon hosszú technológia, viszont rendkívül ízletes kenyér lenne belőle, hanem kovászt utánzó aromák vannak, tehát kovász aromák vannak. Korábban beszéltünk egy kicsit viccesen a kemence aromáról, mert a kemence illatát is bizonyos anyagok, kémiai anyagok váltják ki. Tehát olyan házi jellegű kenyeret lehet kapni,
amelyeket, hogyha kóstolod, akkor olyan érzésed van, mintha vidéken kemencében sült volna, de ezeket aromákkal érik el. Az élesztőhöz pedig olyan tápsókat, vitaminokat, egyebeket adnak, hogy sokkal gyorsabban dolgozzon. Így készülnek azok a gyors kenyerek, ahol egészen más a kenyer állaga, mint a régi kenyeré. Ugye emlékeztek, hogy leírások vannak arról, hogy a régi kenyér hogyan készült. Elkezdték a kemencét ugye fölfűteni, azzal kezdődött. Tehát hosszú procedúra volt, és régen nem ilyen kis kenyerek voltak, hanem nagy veknik voltak. Igen. És egy hét múlva is tök jó volt, letakartad egy konyharuhába, és abszolút és annak jó íze volt. Annak ízezamata volt, szóval az nem benészedett, ott pedig nem volt benne tartósítószer. Itt a kezemben van egy kalács, ez ebben kályószorbát, benzoát, rokonosabb. Igen, tehát elképesztő tartósítószerek vannak. Most itt ez tele van adalékanyaggal, nem úgy van, hogy az élelmiszeripari törvény, vagy azok, akik értenek hozzá, mert 2-3 adalékanyag nem már nagyon visítanak, hogy ne add a gyereknek? Hát itt 8-10-12 hozzáadott anyagról beszélünk. Az hogy engedhet? Igen. Én úgy gondolom, hogy van ezzel problémánk bőven. Sok a visszaélés a kenyerek területén. Egy gyorsan fogyó termékről van szó, és van olyan cég, ami ma van és holnap nincs. A kenyér egy jó üzletté vált, és az a baj, hogy a gyors kenyerek gyártó pékségek lefelőzik a hasznot, és azok a pékségek, amelyek egészségesebb és jobb kenyeret gyártanák, azok nem tudnak fönnmaradni a piacon, ugye ezért van az érdekvédelem. Tehát gyakorlatilag a kereskedelmi szempontok határozzák meg ezt a gyártás technológiát, tehát ezért. Igen, de szakmailag küzdünk a gyors kenyér ellen. Tény, hogy az adalékkal dúsított kenyér jobban eladható, frissebbnek látszik, lassabban öregszik. Tehát van egy csomó megoldás arra, hogy hogyan lehet a kenyeret frissen tartani, életben tartani, mesterségesen lélegeztetni, kvázi képiesen szólva. Az igazi jó kenyér azért az nem mindig egyenletes bélzetű, azt elvágod, és vannak nagyobb és kisebb lyukacsok benne. De az adalékolt kenyér egyenletes bélzetű, azt elvágod, és jónak tűnik, tehát jónak láthatja magát. Mit szól egy gyerekbélrendszer ehhez például? Úgy, aki vagy azért, mert nincs ideje, vagy azért, mert olcsó, vagy azért, mert úgyis ott van, megvesz más, megvesz például egy ilyen sokszor rossz minőségi hiperes kenyeret is szerte kivételnek. Ez egy ragacsos csiríz lesz a szervezetben, alapvetően adalékanyaggal dúsítva, a bél szenved és sóhajtozik, egyszerűen nem bírja emészteni, csodálkoznak, hogy a gyerekek magatartási problémákkal küzdködnek. Ugye a bélrendszernek borzasztó fontos, hogy rosszos legyen a kenyér. Egy ember Magyarországon majdnem 30 deka kenyeret fogyaszt el. Most gondoljátok meg, hogy ez évente hány kiló kenyér egy ember, és mennyi hiányt szenved. Hogy mondjam, ezek a kenyerek nem tartalmaznak mérgeket, tehát azonnali halált nem okozó termékek, mégis azt mondjuk, hogy hiányosak. Nincs meg bennük az a rost tartalom, az a vas. Ugye a teljes őrlésű lisztben vas van, kálcium van. Olyan nyomelemek vannak, amire szükségünk van. Nincs benne a búzacsíra. Ugye a búzacsíra az egyik legtáplálóbb élelmiszer. Régen, hogyha egy gyermek nem fejlődött jól, akkor búzacsírát adtak neki. És egyszerűen ezek hiányoznak, az E és A vitamin ott van a búzacsírában, és egyszerűen nem értem, hogy meddig engedjük ezt meg, hogy a gyerekek ilyen kalácsokat kapnak, és egy felnőtt, egy anyuka, egy apuka bemegy egy olyan üzletben, ahol ilyen termékeket kapni, és veszik ezeket a kenyereket, óriási mennyiségben fogy. Hát én látom a pénztárnál, hogy szinte minden kosárral, hát ez egy minden kocsiban van. Hogy nyilván, hogyha bemegy az ember közébe vásárolni, akkor ezt megveszi. Igen. Mindjárt adunk alternatívákat is, csak előtte vannak azok a hálózatok, akik mélyhűtve, vagy sok olyan hálózat van, ahol mélyhűtve viszik el a kenyeret. Biztos itt is van olyan, aki jó minőséget csinál, de hogy mélyhűtve érkezik meg az adott helyre, az eladási pontra, a mélyhűtőből kiveszik, be a sütőbe gyorsan, ott is megkapod a frissen sült kenyér illúzióját, de ott is hasonló a rossz a helyzet? Igen, ez a másik probléma, hogy a készre sütés helyben történik, de fagyasztott tészta érkezik meg. Ez nem azt jelenti, hogy mindegyik ilyen tészta tele van adalékkal, de jó tudni, hogy ahhoz, hogy egy tészta fagyasztható legyen és készre süthető legyen, azért jócskán kell beletenni öregedésgátlókat és olyan emulgátorokat, adalékokat, amik lehetővé teszik, hogy a készre sütéskor a termék ne legyen öreg. Ugye, mert amikor lefagyasztom a terméket és készre sütöm, akkor a terméket gyorsított öregedési folyamaton megy keresztül, de ezt nem szabad a fogyasztónak látni, hanem frissnek kell látni a terméket, ezért öregedésgátló adalékokat tesznek bele, lecitint, nem mindegyik káros, a lecitin az ugye például nem káros, de vannak olyan antioxidánsok, butilhidroxianizol, butilhidroxitolul, tehát olyan anyagok, igen, amelyek okozhatnak allergiát. Úgy mondjuk, hogy előre nem várható reakciókat egy gyerek szervezetében főleg. Jó, csak hogy mindig legyen alternatíva azon szülők kedvéért, akik most nem legyintenek, és azt mondják, jó, akkor mit tegyek, akkor persze majd vedd meg te, hanem mondjuk azt gondolják, hogy oké, ilyen típusú fehér kenyér nem, mégis még van egy-két gyerek a családban, mondjuk talán meg is vehetik maguknak, hogy mi az, ami jó. Itt például rámutattál egy olyan kenyér, amire le van szórva a szezámmaggal, talán azt, igen, hiszem.
hogy az, igen, se, az a magvas kenyerek megjelentek, azonban ez is reklámfogás, hogy a kenyerben nincs szezámmag, a kenyer csak tetején rászólják a tetejére, van. Igen. Igen, és az egész szezámmag, hát erről szerintem az orvosok tudnának többet mondani, az egész szezámmag az fúródik, az befúródik a bélfalba, tehát nem ehetünk egész szezámmagot, semmi értelme, nem szívódik föl, sőt, kár tehet. Irritábilis problémákat okozhat, tehát sokat szenvednek ettől az emberek, hogy egész lenmagot, egész szezámmagot fogyasztanak, ugye ezt nem lehet megrágni, mert olyan kis méretű, hogy a fogak között elmegy és lenyeljük, és ezek okozhatnak vékonybél, vastagbél betegségeket, pedig ezeket meg kéne darálni. Megpirítjuk a szezámmagot, megdaráljuk kávédarálóval, beletesszük a kenyér tésztájába, és innentől a kálcium, foszfor, magnézium felszívódik. De egyéb olajos magvakkal nincsen gond, tök maggal, napraforgó azokat el maggal, tudjuk stb. Rágni. Elrágni. Azért hozzáteszem, hogy akinek gyomorbél bántalmai vannak, ugye a szakember rögtön mondja, hogy vigyázzon a diófélékkel, alaposan meg kell rágni, tehát újra meg kell szokjuk a rágást. Ugye a fehér kenyér nem tanít minket rágásra, ez a kalács, amit itt látunk, ez sem tanít minket rágásra. Ha valaki megtanul újra rágni, már pedig meg kell tanulnunk, akkor eheti újra. De ha valaki úgy rágja meg a tökmagot is, mint ahogy általában a fehér kenyeret szoktuk, vagy a zsömlét, akkor komoly bélbetegségei lehetnek, ezért nem a dióféle a hibás, hanem ami szokásaink. Mit ajánlasz? Most csak kenyér téma van, aztán majd a hírek után még a kalácsot megnézzük. Készítettem is nektek, meg is kóstoltatok, azt hiszem, házilag sütjük a kenyeret, hogyha üzletben vásároljuk, legyen benne rozsliszt. Tehát teljes kiörésű? Legyen benne valamilyen rozsliszt, lehet fehér rozsliszt is, mert a fehér rozsliszt is fekete színű, tehát rostos. Legyen benne teljes őrlésű liszt, illetve mondanám, hogy korpa, csak azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert a korpás kenyér önmagában nem biztos, hogy segít, mert nagy korpa darabok vannak benne, ami megint irritálhat. De akkor mondjuk teljes kiörlésű, az jó. Teljes kiörlésű kenyér, graham kenyér, rozs kenyér, onnan ismerjük meg, hogy egy picit repedezett. Hogyha a kenyér túlságosan lágy, könnyen benyomható, mindig gyanús. Az igazi jó kenyér az nehéz, nem túl nagy térfogatú, egy kicsit repedezett. Tehát megmondom őszintén, hogy azt a kenyeret keresem, ami nem olyan szép. Aha. És akkor azt mondod, hogy mondjuk egy ilyen 15-20 ezer forintos befektetés megér, mondjuk egy kenyérsütőgép. Mert hát hogy ezeket már ilyen áron is meg lehet vásárolni. Is kapsz, igen, főleg leértékeléskor. Használjuk ezeket a kenyérsütőgépeket, tehát nem kell mindig otthon a sütőben sütni. Ez a tegnapi nap nekem egy erős 10 percet vett igénybe, hogy nektek egy kenyeret összeraktam. Minden elő volt készítve a kis fiókomban, úgyhogy kaptatok egy jó kis kendermagos erőkenyeret. Jött egy két kérdés, honnan lehet tudni, hogy mi van a kenyérben, ha csak egy apró címke van rajta? Az is belesütve. Tehát belesütve, úgyhogy sehogy ne tud leolvasni. Van egyébként. Tényleg? Hogyha a kenyér nem tartós termék, tehát nincsen tasakba, zacskóba téve, akkor nem kötelező az összetételt írni rá. Ez is nonsens, úgyhogy, nem? Mivel egy natúr egyszerű termékről van szó, igen. Hát natúr egyszerű termék lenne, ha úgy készülne, ami hagyományos, de ez már egy 35 adalékanyaggal, hát az már nem natúr és természetes. Így van, így van. Én bízom benne, hogy arra fogunk elmozdulni, hogy egyre inkább a fogyasztó többet fog tudni a kenyérről. Honnan tudom, hogy a pékemnél mit kaphatok? Gondolom, hiába kérdezem tőle. Jogos, nem? Igen. Azt hiszem, hogy a szögfejére ütöttünk. Ez a gond a kenyérrel, hogy információt nem adnak róla, hát ugye ezek gyártási titkok, a terméken nincs rajta, csak egy kis címke van, hogy mikor jár le, vagy mikor készítették, és melyik üzem készítette. Nincs sok információnk, úgyhogy nehéz kérdés. Nehéz. 3 kilós parasztkenyér kapható az egyik pékségben, most itt írják a pékségnek a nevét, de ezt nem mondom. 3 nap múlva is puha és finom, az jó minőségű, vagy valami adalék miatt olyan az is? Kérdezi G. Valószínűleg öregedésgátló anyagok vannak benne, esetleg propionsav. Ha nem savanyú az íze, akkor nincsen benne túl sok tartósítószer. Enyhén savanykás, tehát megsavanyítják a kenyeret, hogy jobban elálljon. A parasztkenyér név jól hangzik, de ne gondoljuk, hogy ez az a parasztkenyér, ami pedig volt. Sötétebbnek kell lenni, hogy lisztfehérítőt adnak hozzá, mert a fehér lisztől, ha hiszitek, hanem szürke kenyér lesz. Nem lesz vakítóan fehér a kenyér. Ezt a fehér liszthez adni kell lisztfehérítő anyagokat, hogy az igazából vakítóan fehér kenyér legyen. Ó, de szép. Szeretett kenyeret szoktam menni, azt mondják a boltban, hogy tartósítószer nincs benne. Van a papíján E330, E3, E262, ez a kenyér nem rossz? Kérdezi valaki. Meg fogom nézni az elszámokat, ugye az E330 az a citromsav, meg van savanyítva, az önmagában is egy tartósítási technológia. Ez a kenyér gyanús. Gyanús? Igen? Ez így, ahogy van gyanús. Na, van nekem elszámotározom. Egyébként, ha E300, akkor az C-vitamin. Tehát ha valaki egy bioterméken lát E300-ot, akkor ne jegyen meg, C-vitamin abszolút védi a terméket, de az E330
Az citromsav. Megmondom neked, mi az E262, itt van nálam. Van egy applikáció. Nátrium diacetát. Tartósítószer, savszabályzó, ízesítő, nátrium hidrogén acetát. Egyszer savnak a nátrium sója, megsavanyítják, savfogot növelnek, a lényeg az, hogy savanyítják a kenyeret. Egy teljesen legális tartósítási módszer, még mindig jobb, mint a szorbinsav vagy a benzoesav, ez van. Az egyik legnagyobb magyar pékség vezetője vagyok, szívesen meghívlak benneteket Kiskun Félegyházára, a hagyományt ötvözzük a modern technológiával. Ez jó, köszönjük szépen a meghívást. Na, az ember kezébe vesz egy hiperes kalácsot, hát azt gondolom, hogy a legtöbb esetben nyilván tisztelet a kivételnek, mert azok is persze mindig vannak. Büntetés letenni a gyerek asztalára, mert hogy leginkább ugye a gyerekek esznek ilyet. Mazsolás kalács, ez van rajta. Jól hangzik, nejlomba becsomagolva. Hát egy 4 kilométer hosszú összetevő listával, hogy mi van benne. Rengeteg elbetű. Nem is tudom, mit lehet ebből kiszedni. Mi van ezekkel a kalácsokkal? Hát ez majdnem egy szintetikum tulajdonképpen, ez egy teljesen gyors készítésű kalács. Azzal kezdődik, hogy ugye megfehérítik a lisztet, majd bekeverik. Ugye élesztő plusz tápsok, élesztő szaporodását segítő különböző tápsok, majd jönnek az antioxidánsok, illetve a, hát az ilyen emulgálósók, aztán jön a margarin, ugye a kalácshoz, tehát a hidrogénezett növényi zsír. A jobb helyeken már kókuszolajat, illetve pálmavajat használnak, és ezután jönnek a különböző egyéb elszámok, a gázelosztók, jön a térfogatnövelő, és gondolkodom még, mert nincs előttem a címke, tudsz valamit nekem? Hát róla? A tartósítószer van benne, ugye aroma, ott csak igen, annyi, hogy aroma. Benzoesav, szorbénsav, jön a kovászaroma. Lisztjavítószer. Így van, az a tápsok. Dextróz, vagy dextróz, igen, hidrogénezett növényi olaj. Hát, mint káliumszorbát. Valószínűleg, hogy karamell is kerül bele, egy kis vanília kerül bele, különböző ízesítők tartósítják. Igen. Igen, és egy ilyen nájlomba beteszik. Szóval, hogy hát ez így olyan dráma, ami a kezedben van. Lehet, hogy megégett nájlonon keresztül. Igen. De ez gyereknek ne nagyon, nem? Igen, de hát ez abszolút messze van már az eredetitől. Gyereknek semmiképpen sem, azt mondom. De még őszintén szólva azt mondom, hogy emberi szervezet esetében ez óvatosan kezelendő. Tehát ez veszélyes hulladéknak számít, azt mondom, ez a kalács itt, ami mellettünk van. Purpur kenyér? Tudnom kéne pontosan, hogy mi az, segítsetek. Hogy ez speciális lisztből van. Ugye, hallottam már rólam, de meg nem mondom fejbe, utána fogok nézni, jó? Segítsetek majd. De valaki egyébként ezen nő fel, és majd 20 év múlva vissza fogjuk sírni azokat a régi dolgokat. E22-es kalács, 22 erbetű volt rá. Emlékszel? De jó lenne, ha lehetne még kapni. Mit okozhattak egyébként ezek a kenyerek? Ugye a bélt, azt mondta, allergia. De allergia. Allergiát válthatnak ki. És a kenyér adalékanyagainak igazából nincs annyira veszélyes hatása, mint mondjuk egy édesítőszernek, egy szintetikus színezéknek. Tehát ezeknél akkora baj nincs. A koktél hatásra számítunk, tehát 3-nál több elszámnál belép a koktél hatás, egymásra hatnak a vegyületek. Most egy része ezeknek elbomlik sütéskor, ugye a térfogatnövelő egy része ugye a széndioxiddel alakul, tehát nem mondom azt, hogy ezek egyértelműen mondjuk idegrendszerre káros anyagok, de zavaró. Zavaró az, hogy a technológia átalakult az elszámok irányába, és ha megnézitek, itt megint egy dolog a cél, a gyors készítés, a gyors értékesítés és a pénz. Tehát megint ebbe az ördögi spirálba kerülünk be. Zsömle kifli, hasonló gondolom, nem? Igen, hasonló. És, én nem tudom, egy nap alatt megkeményedik, egy nap után ehetetlen, ilyen belülről ilyen kis szivacsos testű, alig van tartalma, pereg a teteje. A héja, tehát, igen, esik le. Esik le a héja, ketté törött, semmiféle beltartalom, tehát ez szörnyű. Nagyon sok széndioxidot préselnek bele, illetve annyit termel azok a felfújt zsömlékben, és nem mindig bírja el a sikérváz. Ugye, hiszen alig van benne sikér, inkább adalékok vannak, és nem mindig bírja el a sikérváz, illetve egy-két nap után már összeomlik a rendszer, vagy megszárad. A gyors száradás lényege, hogy a sikérváz, ugye, ha megszárad, akkor megtartja a terméket, tehát különböző keményítőket lehet hozzáadni, hogy az tartós, tehát hogy ez a statikai hatás ez megmaradjon. Egyébként az érdekesség az, hogy Magyarországon sokkal több pékség van, tudomásom szerint, mint amennyinek lennie kellene, és nagy a verseny közöttük. És ez a verseny hozza létre azt, hogy meg nem engedett eszközök vannak, vagy hát ilyen kvázi legális kenyerek kerülnek forgalomba.
meggyőződésem, hogyha a szakhatóság bevizsgál egy ilyen kalácsot, akkor talál benne valamit, de egyszerűen nincs rá mindig apparátus. Tehát minden kenyér, minden kalács mellé nem lehet ellenőrizni. Nem, hát persze. Hát ez nem is elvárható. A fogyasztóra van bízva, hogy egy kicsit tudatosabban figyeljen oda, és egyébként rettentő sok betegséget meg lehet előzni a jó kenyérrel. Rettentő sok betegséget. Hozzáteszem, egyáltalán nem biztos, hogy mindenhez kell ennünk kenyeret. Ugye itt a glutén kérdés felmerülés, erről korábban beszéltünk. Ha mégis eszünk kenyeret, akkor ne állandóan, ne minden étkezéshez, és ha már eszünk, akkor jó kenyeret vegyünk. Emlékszem, hogy mennyire fáj a szívem, mikor emlékeztek augusztus 20-án, ugye azt hiszem most is meg fogják, nem tudom, mint szegni a kenyeret. Az új kenyér ünnepe, és az a jó kis nagy fehér kenyér ott van a kézben. És fáj a szívem, ugye az élelmiszeripari mérnök meg ilyenkor is nem az ünnepet, hanem a kenyeret nézi, hogy milyen üzenetem volna egy jó adalékmentes barna kenyernek. Uh-huh. Vagy ez fanatizmus, amit ez most az, mondok? Ez durva? Az, szerintem az, tehát egy ilyen fél kilós, egyébként én imádom ezeket a kenyereket, ez a nagyon sűrű, amit most te is hoztál, képzeld el, ott állunk egy ilyennel. Alig látszik szabad szemben. Igen, hát ott a látvány számít. Jó, akkor mondjuk el még egyszer, mi a jó? Tehát, hogy ugye mindig alternatívát kínáljunk. Tehát a rossz kenyér például nagyon jó, teljes kiürlésű. Teljes kiürlésű liszt, a tönköly lisztet gyakran használjuk, mert a klasszikus búzaliszt esetleg agresszív. Szívebb lehet a bérrendszere, tehát tönkölyliszt. Ha valaki fehérlisztet használ, akkor turumfehérliszt, tönkölyfehérliszt. Nagyon szeretem használni a zappehelylisztet, az egyik legkíméletesebb a bérrendszerhez, és a magovakat daráljuk. Aha. És a boltba megy az ember, mert mondjuk azért kevesebben sütnek, energia, időhiány, gyereknevelés, stb. Bárcsak minden háztartás már sütne magának kenyeret, ha bemegy a boltba, akkor ott barna kenyér, teljes kiörlésű, rossz kenyér. Azt a típusú kenyeret keressük, amiben szemcséket látunk, korpaszemcséket látunk, tehát nem biztos, hogy a malátázott kenyér ugye az egy kvázi egy színezett félbarna, ezt tudjuk. Tehát ahol egy picit olyan heterogén, nem egy nemű az állag, hogy látunk benne esetleg korpaszemcséket, vagy érezzük, hogy ebben a kenyérben van anyag. Az a baj, hogy nehéz megmondani, melyik a jó kenyér, mert mindig a szemrevételezés. Tehát amikor látjuk, hogy az mekkora, benyomom, megnézem, esetleg, ha ismerjük a péket, tehát azért most már vannak olyan kis végségek, hogy azért tudunk azért őszintén beszélni egy pékkel. Van-e benne mag, tehát benne van mag, vagy szezámliszt, tök magliszt, apróra vágott, nem tudom, különböző magvak. Uh-huh. Igazi rozsliszt van-e benne? Ezeket azért lehet látni. És nehéz a súlya, azt szerintem a legnagyobb. Térfogatához képest fajlagosan. Fajlagosan nagyon kenyér, nehéz, az mindig segít. Mellesleg, ha elfogyasztom a kenyeretet, vásárolok, elfogyasztom, és érzem, hogy jól vagyok tőle, ez borzasztó fontos, a visszajelzés, komfortérzésem van tőle. Bocsánat, nincsen székrekedésem, tehát a kenyér önmagát fogja adni a szervezetben, megmutatja a hatását. Oké, Gábor, nagyon, nagyon klassz volt, köszönjük szépen. Mi volt a reggeli? Kérlek szépen, mit reggeliztem ma? Rizstejben, barna rizstejben főztem kölöskását. Most megint úgy imádlak. Igen. Áfonyalekvárral fogyasztottam el, és egy pici kis csicsóka szirupot tettem rá. Jaj, ez azt a mindenség. Megmondom őszintén, kaptam. Ma bűnöztél. Egy kicsit ma bűnöztél, én úgy érzem, ugye? Túl édes volt. Igen, érzed? Megpróbáltad elhallgatni, hát nem veszük észre az összetevők alapján, de egy kicsit több édeset tartalmazott, mint amennyit szokott. Mi van a fogyókúrával? Az volt a baj, hogy kaptam egy kis étcsokoládéba Mártott aszalt szilvát, és nem mertem ma reggel fölbontani, még gondolkodom rajta. Hát az csak ez egy jutalom legyen, jó? Hát amikor ne lőjél mindent reggel, hát valamivel jutalmaznál magad este is. Hát. Igen. Úgyhogy azt még lehet, hogy várat magára, de igen, ez így nagyon jó volt. Nem szoktam túl édesíteni, egyébként most nem volt benne igazán méz. Egy kis mazsola időnként azért megy bele, de nagyon kellemes ízű volt, és mivel nem fehér rizsből készült, hanem barna rizsből, ezért rostban gazdag volt. És hogy nem volt otthon egy kis csicsóka szirup? Az mindig van. Volt. Egy kicsit tettem rá, igen. Az áfonyalekvár ezzel a kis édesítőanyaggal nagyon jó, de akinek nincs, nyilván agavészirup is lehet, és hát van a tápióka szirup. Na most többen, na most hagyjuk abba, mert most kezdenek el a rituális öngyilkosságot. A tápióka szirupnál szerintem többen felsikoltottak már, imádnak, de ez már az inger küszöb, ismerem a hallgatóikat, hogy na most. De csak akkor jó, ha te csinálod a tápióka szirup. Elindult az ujja a gomb felé, tudod, hogy óva kapcsolják, music, you and valami, a tápióka szirup az már nagyon kemény. Nagyon finom, egyszer kóstoltam. Egyébként tényleg jó. Hát fogok hozni tápióka szirupot, csak azért is. Egy csomó ilyen elédesítjük itt a teánkat egyébként, mindenféle ilyen agavé szirup, amiket hozol, meg ilyenek, meg amiket vesztünk, és azok jók. Jó, teljesen rendben tényleg vannak, finomak. És nem fogynak ám gyorsan, tehát az emberek azt mondják, hogy kinek van erre pénze. Kivéve állatok. Ha bűnözöl. Igen, kinek van erre pénze, ez egy érdekes dolog, hogy sokkal kevesebbet teszel bele, mert nagyon édes. Igen. Ugye? Igen. Hát olyan 1200 forintért kapok meg mondjuk
egy 900 grammos üveggel, de ez szerintem majdnem hónapokig elég. Tehát mondjuk nem egy másfél-két hónapig elég, tehát nem egy nagy költség. Igen. Gábor, köszönjük szépen. Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és ti is jól néztek ki máskülönben. Magyar Hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.